Senki sem mondja, hogy állatok vagyunk, pedig részben állatiak vagyunk, részben angyaliak, szellemiek. De senki sem fogja azt gondolni, hogy nos, ha van szabad akaratom, visszaélhetek vele, ez az enyém, ez igaz. De amikor ezt mondom, akkor vállalnom kell ennek a gondolatnak a következményeit. Emlékeznem kell arra, hogy a szabad akaratom kinek is az ajándéka. Azé, aki maga akarat. Tudod, ő adott neked és nekem egy kis adagot belőle. Így az én akaratom Istentől származik. Tehát szabad és Istentől van. Istentől van. Most kezdjük látni, hogy a szabad azt jelenti ajándék. Az akarat pedig azt, hogy Istentől. Most valahogy itt a kettő között meg kell értenünk, hogy én egy felelős egyén vagyok. Felelős egyénnek kell lennem, aki elismeri az ajándékot. És azt is elismeri, hogy az Istentől van. Ha ezt a két dolgot teszem, kinek engedelmeskedem? Kinek engedelmeskedem? Mi köze van ehhez az engedelmességnek? Minden. Az engedelmesség az akaratom gyakorlása. Mindig valakinek az akaratát fogod teljesíteni. Becsapod magad, ha azt hiszed, hogy mindig a saját akaratod szerint cselekszel, nevetséges valaki akaratát. Nem mész oda a munkaadóthoz, a főnöködhöz, és mondod, hadd mondjam el, mit fogok ma csinálni. Két órát fogok dolgozni, aztán elmegyek a belvárosba, és megebédelek. Háromkor találkozunk. Mit gondolsz? Rázod a fejed, nem működik? Nem gondolod, hogy így működik, nem? Miért nem? Jaj, mert ismered a főnöködet, mi? Ismered a munkáltatódat, és tudod, hogy alá vagy beosztva, és már az a tény, hogy elfogadtad az állást, azt mondja, te vagy a felettesem. És ahogy a százados mondta az úrnak, katonák szolgálnak alattam. Ha azt mondom, az egyiknek menj elmegy, a másiknak gyere ide, oda jön. Én pedig azt mondom, nem találkoznék azzal a fickóval. Tehát az emberi akarat ajándék. Honnan? Istentől. Most engedelmeskednem kell Istennek, mert ő adta nekem az ajándékot, ami az ő része. Nem úgy, mint egy nyakkendő vagy egy autó, az nem az apád része. Valami külső dolog. De amikor Isten szabad akaratot adott nekem, akkor önmaga egy részét adta. Önmaga egy részét adta. És ez az, amit beszennyezünk. Beszennyezem Isten bennem lévő részét amikor az ő akarata ellen megyek. Nem csak a szabad választásról, a szabad akaratról van szó. Arról van szó, hogy magának Istennek a része vagyok. Aki belémültetett emlékezetet, értelmet és akaratot. És mindezek tesznek emberré a testeddel együtt.